Aranytól címen nemrégiben városi szépírási versenyt rendezett a Klauzál Gábor általános iskola. A legjobb pályamunkák készítői számára ma díjakat és elismeréseket adtak át a szervezők. Második, harmadik és negyedik évfolyamos gyerekek részére, valamint a sajátos nevelési igényű gyerekek számára hirdették meg a városi szépírási versenyt, amelynek legjobbjai ma elismeréseket vehettek át a Klauzál Gábor általános iskola Nádor utcai intézményében. Az idén a szülők és a kísérő pedagógusok szavazatai számítottak, így közönségdíjakat is kiosztottak. Negyedik éve rendezi meg az intézmény a szépírási versenyt, sokan visszatérő versenyzők. Kovács Kira Vivien tavaly is a megmérettetés díjazottja volt, most is kapott elismerést. Az idén is jól sikerült megcsinálni a versenyt, és nagyon jó volt. Le kellett írni egy mesét, és sokat készültem. A verseny értékelését évfolyamonként három fő szakavatott zsűri végezte, azért, hogy átfogó eredmény szülessen, és ne a személyes ízlés érvényesüljön a döntéskor. A szempontok voltak a szabályos betűformálás, betűkapcsolás, az egyöntetűség, természetesen a helyesírás és a szóközök nagysága. A verseny nagyon szoros volt, a sok szép munka között a helyezések félpont eltéréseken múltak. A több mint 50 nevező még decemberben a téli szünet előtt írta meg a feladatokat, majd a két ünnep között értékelték, és ma egy kedves kis ünnepség kíséretében adták át az elismeréseket, amelyet az iskola alapítvány biztosított.